Tekintettel a korrupció üldözésére hivatott intézményrendszer súlyos hiányosságaira és a bejelentővédelmi rendszer működésképtelenségére, az alábbi tevékenységi körök mentén létre kívánjuk hozni Magyarországon a korrupció ellenes szövetséget. Különböző sajtó kapcsolatok támogatásával, különböző jogi segítség nyújtásával, és mind közösségi, mind anyagi támogatással elérni, hogy ügyeket az elejétől a végéig végig lehessen vinni, és igenis legyen következménye a korrupciónak Magyarországon. A szövetség tevékenysége kiterjed különösen a bejelentők védelmére, a korrupció kutatásra és feltárásra, továbbá az állami intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek irányában történő szakértői tevékenységre és együttműködésre. Ezzel javaslattételt, véleményezést és programokban való részvételt értünk. Elrémisztő az a tudat, hogy a magyarországi korrupció eljutott arra a szintre, hogy nem történhet már máshogy, csak úgy, hogy több tízezer köztisztviselő vagy közalkalmazott tud ezekről a dolgokról, kénytelen aktívan is sokszor részt venni. Célunk az, hogy bátorságot öntsük azokba az emberekbe, akik most úgy érzik, hogy egyedül vannak. Egyedül küzdenek meg a korrupció terhével, még hogyha ezt a terhet ők nem is kérték, viszont részt vesznek abban az intézményrendszerben, amely rendszer végtelenül korruptá vált. A szövetség számít a fenti célokkal egyetértő magánszemélyek, vállalkozások és társadalmi szervezetek segítő együttműködésére. Azt javasoljuk, hogy a NAV-ot a lehető leghamarabb egy független bizottság vizsgálja át, a parlament hozza vissza a NAV elnökére vonatkozó szigorú szakmai kritériumokat. Kooperál a korrupció ellenes szövetség mindenkivel, akinek az a célja, hogy egy átlátható Magyarország jöjjön létre, akinek az a célja, hogy állampolgári kontroll legyen azokon a korrupt állami szerveken, amelyek jelenleg nem tudják megoldani ezt a hatalmas problémát, amit a korrupció jelent Magyarországon. Egy picit a társadalmat is szeretnénk fölrázni. Az 1000 milliárdan tisztességes adózásért Facebook csoport, amelynek én magam is tagja vagyok, minden idők legnagyobb magyarországi korrupció ellenes tüntetését szervezi meg december 4-ére csütörtökre. Elején meg a végén kezdjük.